Az Örvényi Pákász tanösvény megnyitójára kaptunk meghívót május 14-én, amely a Szabics kikötő saját forrásából valósult meg. A Szabics kikötő és szabadidőpart bejáratánál történt meg az ünnepélyes megnyitó, majd a jelenlévőket egy virtuális sétára hívták meg, ugyanis egész nap kiszámíthatatlan idő volt, és ezen a délutánon is nagyon lógott az eső lába. A legbátrabbak azért kaptak gumicsizmát, bukdácsoló botot és szakmai vezetőt, hogy az igazi tanösvényt is bejárhassák. Az ünnepélyes megnyitó első köszöntőjét Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke, tiszatavi miniszteri megbízott mondta. Elnök úr véleménye az volt, hogy egy tanösvény már nem nekünk, hanem a következő generációnak készül. Azok, akik gyermekkorukban ismerkednek meg a Tiszatóval, azok örökre a tó, a víz szerelmesei lesznek. Kovács Sándor gratulált a Szabics kikötő tulajdonosának és mindazoknak, akik ebben a munkában részt vettek. Ez a tanösvény pedig azoknak a fiataloknak, azoknak a gyerekeknek készül elsősorban, akik gyermekként ismerik meg ezt a környéket. Gyermekként ismerik meg a Tiszatavat, a természeti szépségét, a tájat, ezt a hangulatot, ilyenkor eső után a zápornak, a fűnek, a fának, a Tiszának az illatát, és aki ilyenkor ismerkedik meg a Tiszatóval, az örökké szerelmes is lesz bele. És örülök minden olyan elképzelésnek, minden olyan tervnek, ami egy kicsit hozzátehez ehhez az építményhez. Hiszen 20 évvel ezelőtt is gyönyörű volt a Tiszató. De aki 20 évvel ezelőtt járt itt utoljára, az rácsodálkozik. Ugyanaz a gyönyörű táj, ugyanaz a gyönyörű kép, de azért képült kikötők, éttermek, ugyan szállás lehetőségből kicsit szűkösen vagyunk, de az itt élő emberek, az itt dolgozó emberek mindig tettek hozzá egy keveset, és hát ez a Pákász tanösvény is az, ami az itt élők, a Szabics kikötő tulajdonosai hozzátettek egy kicsit a Tiszatóhoz, a Tiszató megismeréséhez és a Tiszató szépségéhez. Lovas Attila, a kötévízig igazgatója elmondta, hogy a mai napon a tó a 42. életévébe lép, hiszen 1973. május 14-én helyezték üzembe a vízlépcsőt, ez a nap a tó születésnapja. Úgy gondolja, hogy a kikötő tulajdonosa, Szabics Imre, aki 18 éve dolgozik itt, jó példával jár elől. A mai nap, amikor a Tiszató születésnapját ünnepeljük, mondjuk ez már igencsak a férfikor közepe, 42. életévébe lép a Tiszató a mai nap, mert 73. május 14-én helyezték üzembe a kiskörői vízlépcsőt, és kvázi akkor született meg a Tiszató. Mondjuk akkor nem került az egész területe víz alá, de itt Imre létesítménye is most éri el a nagykorúságot, mert 18. éve van ezen a helyen, mindig bővülve, mindig tovább menve egy kicsit, és úgy gondolom, hogy elég sok olyan ember van, aki a Tiszatóért tesz, és mindig egy kicsit haladunk tovább, de Imre egy kicsit kiemelkedik ezek közül, mert úgy gondolom, hogy ő mindig járatlan útra téved, és mindig olyanokat talál ki, ami olyan egyedi. És hát én úgy gondolom, hogy be is válik, mert mindig megyünk és megyünk egy kicsit tovább. És hát az, amit itt a Tiszatóban, a tanösvényeken keresztül bemutat a jövő generációinak, talán az a garancia arra, hogy a Tiszató megmaradjon olyannak, amilyennek mi szeretjük. Mert ugyan lehet tiltani a szemetelést, lehet gyűjteni a szemetet, de sokkal egyszerűbb, hogyha valaki úgy megszereti a természetet, hogy nem kezd szemetelni. És ezt csak akkor hiszi el, hogyha a szüleitől is azt látja, hogy nem dobják el a szemetet. Tehát jó példával kell előjárni, és úgy gondolom, hogy Imre az itt megvalósított fejlesztésekkel jó példával jár. Gratulálok, és csak így tovább. A Hortobágyi Nemzeti Parkot Olajos Péter igazgatóhelyettes képviselte. Örömét fejezte ki azért, hogy a Nemzeti Parkot bemutató tevékenységhez csatlakozik a magánszféra is, és további sikereket kívánt Szabics Imrének. Újvári Imre, Tiszafüred polgármestere példaértékűnek nevezte a Szabics Imre által végzett munkát. A meglévő szép természeti környezet bemutatásához az önkormányzat és a vállalkozók apró fejlesztéseire van szükség. A beszédek után Kovács Sándor és Szabics Imre vágta át a nemzeti színű szalagot, jelképesen megnyitva a Pákász tanösvényt. Ezt követően a jelenlévők fedett helyre sétáltak át, ahol egy vendéglátás és Kis Ferenc túravezető érdekes előadása várta őket.
A házigazdák jól felkészültek a kiszámíthatatlan időjárásra, így elő volt készítve a kivetítő, aminek segítségével a jelenlévők egy virtuális sétára indulhattak a Pákász tanúsvényre. Kis Ferenc az előző napon fotókat készített a tanúsvény látnivalóiról, így a természet legapróbb érdekességeit és szépségeit is be tudta mutatni a jelenlévőknek. A madárhangokat, az eső utáni erdő illatát és a gumicsizmák cuppogását már a vendégek képzeletére bízta. Kis Ferenc elmondta, hogy az ártéren is a madarászok, halászok, pákászok, vadászok összegyűjtötték azokat a kincseket, amiket a természet kínálta számukra. A pákász tanúsvény nevét a pákász foglalkozás adta. A szó a gyékény buzogányának a régi neve, páka, ebből származik a pákász elnevezés. Az új tanúsvény, amelyen 12 állomás található, a Tisza virágsétaútról egy kötélpályás csónakkal közelíthető meg. A lápos terület megismeréséhez gumicsizmákat és egy bukdácsoló, a végén több ágú botot biztosítanak a látogatóknak. A bukdácsolóbot a pákász közlekedési eszköze volt, ezzel nézte meg, hogy a láp mennyire járható. Az ösvény első állomásán a lápok minden tudóit ismerjük meg. Hogyan, milyen célra használták elődeink az itt található növényeket, milyen növényfajok látható ma ezen a helyen. Nyárfák, fűzfák, nagyszámban gyalogakác, de a madarak erdőtelepítő tevékenysége során egy tölgy is kisarjadt az ösvény mellett. A második táblán a háló nélküli halfogás eszközeit mutatják be. Kis Ferenc elmondta, hogy az ösvény kialakításakor igyekeztek a legkevésbé beavatkozni a természetbe. A következő állomás a csíkászás tudományát mutatja be. A pákászok télen csíkászkodtak. A két állomás között megismerhettük a fák alatt élő jellegzetes növényvilágot is. A negyedik tábla a vizes élőhely haszonvételi lehetőségeit veszi sorba, a következő a vadászok által zsákmányolt kisebb-nagyobb állatokat mutatja be, az ismeretterjesztő táblák mellett a való világ állat és növényvilágának megismertetése is megtörténik, amikor egy-egy kirándulócsoport bejárja a tanúsvényt. Kis Ferenc a legapróbb virágról is tud érdekességeket mesélni. A hatos tábla a lápi járműveket ismerteti, a botot, a bödönhajót, a csákját, a talpallót. A hetedik madártábla milyen madarak találhatók ezen a tájon, és azokat mutatja be, hogyan hasznosították az itt lakó emberek. Az ösvényen megismerhetünk egy pákásztanyát is, ahová már nem szűrődik el a civilizáció hangja, hallani viszont a harkály kopogását. A következő tábla a mindennapi növény és gomba ismeretről ad tájékoztatást, majd megtanulhatjuk, hogyan találták meg őseink fűben és fában az orvosságot. A pákásztanösvény utolsó táblája egy összegzést tartalmaz mindarról, amit természetismeretből tanultunk a séta során. Reméljük, hogy közelről és távolról minél többen eljutnak majd az örvényi pákásztanösvényre, hogy szépet lássanak a jelenből és sokat tanuljanak a múltról.